Jó reggelt! Áldott napot. Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő! Halleluja! Nagy szeretetek, köszöntelek téged ezen a csodálatos reggelen. Nagyon örülünk, hogy ma is velünk tartasz, és Együtt tanulmányozhatjuk Istennek a beszédét, és van egy nagyon jó hírem a számodra, az, hogy Isten végetetlen módon szerettéket. Annyira szerettéket, hogy elküldte az ő fiát azért, hogy neked örök életed lehessen. Amen. És elküldte a Szent Szellemet, hogy közösségbe élhess élhes Istennel. És van egy fantasztikus hírem a számodra, hogy Isten, Isten annyira szerettéget, hogy mindent adott neked mindent odadott azért, hogy egy kiváló életet élhess. És ha még nem ismered Istent, akkor a mai nap van lehetőséged megismerni őt. A mai nap van lehetőséged dönteni mellette, és van lehetőséged befogadni őt a szívedbe, hogy megváltozzon az életed. Ha nem szeretnél tovább szenvedni, nyomorogni, nem szeretnél egy boldogtalan és egy keserűséggel teljes életet élni, akkor a megoldás a számodra Isten. A legnagyobb kiváltság az, hogy, hogy Isten be lehet hívni a mi életünkben. Hogy ne egyedül szenvedjük végig ezt az életet, céltalanul, hanem legyen egy valóságos célja az életünknek. És azt mi teremtünk kell, legyen egy valódi kapcsolatunk. És hogyha szeretnéd ezt megtenni, akkor mondd el utánam, hittel ezt az imádságot. Mondd utánam, drága Úr Jézus, ezen a mai napon én elhiszem, hogy te vagy az élő Istennek a fia, és hogy Isten feltámasztott téged a halából. Én a mai napon elfogadlak téged megváltómnak, uramnak és királyomnak. Jöjj be az én életembe és az én szívembe, és te tegyél rendet ott. Az Úr Jézus nevében. Amen. Amen hogyha most mondtad el, hittel ezt az imádságot először, befogadtad a szívedbe Jézust, akkor gratulálok neked. És nagyon örülök, és mostantól egy új időszak vette kezdetét az életedbe. Egy teljesen új időszámítás, amikor Isten valóságosan és dinamikusan cselekedni fog az életedbe, és azt fogod látni, hogy amit sátán elrabolt és elpusztított, azt Isten helyre fogja állítani az életedbe. Amen. És bátorítalak téged, hogy vedd fel velünk a kapcsolatot, hogy tudjunk neked segíteni, hogy még inkább megismerd Istent. A videó alatt fogod látni a mi elérhetőségeinket a weblapon, az e-mail címünket, a telefonszámunkat, ahol tudsz velünk felvenni kapcsolatot. Hogyha pedig szeretnél, akkor tudsz jelentkezni online gyülekezeti tagnak, hogy tudjunk neked segíteni, hogy teljesen felnövekedjél Krisztusban, megismerd Istenek az igazságait, és legyen egy közösség, ahol tudunk együtt örvendezni Istennek az örömében, tudjuk együtt megismerni őt. Most pedig a mai üzenetre térve, a mai üzenetnek a címe elkötelezve az evangélium hirdetésére. A 2 Timóteus 2.4. Ugye, olvasom. Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta. Amikor Jézus azt mondta, elmenvén szélesebb szélese világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, a Mák 16-15-ben, akkor ez egy megbízás volt minden keresztény számára. El kell vinned az evangéliumot a környezetedbe és az azon túli térségekbe. Isten úgy alkotott meg téged, hogy biztosan tudd ezt. Nem csak azért, hogy sétálgass a parkban. Az 1 Korintus 16.90 pálapostól azt mondta, hogy egy nagy és egy hasznos kapu nyílt meg előtte az evangélium terjesztésére, de sok volt az ellenség is. A 2. Timóteus 3.12-ben azt mondta, de mindazok is, akik kegyesen akarnak élni a Krisztus Jézusba, Jézusban, üldöztetni fognak. Mindezek ellenére Krisztus egyetlen tanítványának sem csillapodott a buzgósága, és nem fogták vissza a szenvedélyüket az evangélium hirdetése iránt. Ennek így kell lennie veled is. Az evangélium hirdetése egy munka, amit végeznünk kell akármi is jöjjön. Ezért mondta Pál Apostol az apostolok cselekedetei 20-24-ben. De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezzem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézusról, Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének az evangéliumáról. Amen. Ez volt Pál Apostol elhatározása. Ez volt a válasza azok számára, akik megpróbálták megállítani, hogy Jeruzsálembe menjen tanítani mert üldöztetéssel kell majd szembenéznie. Elmondta az előző 22 és 23-as versekben. És most Imi, én a szent szellemtől kényszerítve megyek Jeruzsálembe, nem tudván, mik következnek ott én rám. Kivéve, hogy a Szent Szellem városonként bizonyságot tesz, mondván, hogy én rám fogság és nyomorúság következik. Mégis rettenthetetlen volt. A 21. fejezet 10 és 11-es verseiben Agavus proféta megpróbálta, hogy fogják pár Jeruzsálemben börtönbe zárni és a pogányok kezébe adni. Ezért több tanítvány győzködte párt, hogy ne menjen Jeruzsálembe. Valójában sírtak is. Azonban pár inspiráló válaszát eképpen olvashatjuk mit miveltek sírván az én szívemet kesergetvén, mert én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézusnak nevéért. Mennyire vagy elkötelezett Jézus Krisztus evangéliumának a hirdetésére? Ez nem játék. Az evangélium megérdemli és megköveteli, hogy mindent beleadjunk beleértve, hogy letegyük az életünket, ha muszáj. Krisztus mindent megér hadd lobbanjanak lángra mások is, ha látják a buzgóságot, a szenvedélyt és a meggyőződést, amivel hirdetel az evangéliumot. Ámen! Ez egy rendkívül fontos üzenet. A mai üzenet egy rendkívül fontos üzenet a számodra, hogy buzgósága és szenvedéllyel hirdesd Istenek a beszédét, bármi is történjen. Ahogy tudjátok, egyre inkább megyünk az utolsó idők felé egyre inkább sátán próbálja meg tönkretenni az egyházat, az Antikrisztus szelleme egyre inkább próbál meg terjeszkedni. És arról is ír a Biblia, hogy egyre nagyobb nyomorúság van ezen a földön, ahogy egyre növekszik a sötétség. De bármivel is kell szembenéznünk. Az utolsó lélegzetvételünkig fogjuk hirdetni az evangéliumot. Amen. Mert Jézus azt mondta, hogy aki életét adja, én értem, és az evangéliumért megtalálja azt. Aki pedig meg akarja tartani az életét, elveszti azt. Amen. Jézus mondta, hogy hogyha elveszted az életedet, érte és az evangéliumért, akkor megtalálod azt. És ez azért van, mert amikor leteszed az életedet Jézusnak a szolgáltába és az evangéliumnak a szolgáltába, akkor onnantól kezdve megtalálod az örök életet, az örök életnek az értelmét, amiért most még itt vagyunk ezen a földön. Azért vagyunk itt ezen a földön, hogy elvigyük az evangélium üzenetét, a világnak. Hogy megnyerjünk másokat is Jézus Krisztusnak. Hogy Isten királysága ki tudjon terjedni. Amen. Hiszem, hogy a Szent Szelem bennetek is buzog arra, hogy hirdessétek az evangéliumot. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy Szent Szelem által tudjad hirdetni az evangéliumot naponként. Legyen, legyen folyamatosan ez a vágy a szívedbe, hogy az evangélium hirdetéséért élj és dolgozz. Nagyon sok mindent lehet csinálni. Nagyon sok mindent tehetsz fizikális szinten. De céltalan az életed, hogyha az nem függ össze az evangélium hirdetésével. Ha nem azon dolgozol, hogy Isten királysága növekedjen, és Istennek a célja és tervei végbe menjenek, akkor haszontalan dolgokért élsz. Drága testvérem és barátom, hogyha nem Isten királyságának a növelése, és nem, nem, nem Istennek a céljait, a te céljait, akkor akkor azok nem fontosak az örök élet szempontjából. Ezek azok a dolgok, amik megégnek az utolsó napokban. Ez az a dolog, amit, amit Istennek a szele megéget, és ez meg fog semmisülni. Lehet gyönyörű háza, dolgozhatsz azon éjjel és nappal, lehet egy hatalmas széfed, tele arany rudakkal, lehetsz te a világ leggazdagabb embere, lehet neked a legnagyobb családod. És minden semmit nem ért, hogyha nem az evangélium és Jézus Krisztus szolgálatába van belefektetve. Semmit nem ér. Minden elmúlik ezen a földön. Lehetnek a legszebb ruháid, lehet a legszebb autód, te lehetsz a legsikeresebb üzletember. Vagy akár a legsikeresebb varónő. Bármilyen területet említhetek, a legsikeresebb orvos, a legsikeresebb ügyvéd, mindez semmit nem ér, hogyha nem Jézus Krisztusnak van oda számba a te életed, hogyha ezt nem fekteted be Isten királyságába. Nagyon kevés időnk van az elragadtatásig. Nagyon kevés időnk van addig, hogy Jézus Krisztus visszajöjjön, és kell, hogy betöltsünk mindent, ami ránk vonatkozik. Nagyon fontos az, hogy amennyi lelket meg tudunk nyerni, azt megragadjuk. Minden nap azon gondolkozunk, hogy, és azon kell neked is gondolkoznod, hogy hogyan tudsz minél több embert elérni az Evangélium által. Hogyan tudod hirdetni az Evangéliumot a munkatársaidnak? Hogyan tudod hirdetni az Evangéliumot az osztálytársaidnak? Ha csak azért jársz iskolába, és azért jársz utána a munkahelyedre, hogy a fizikális életedet fenntartsd, akkor ez céltalan dolog. Ez csak földi dolog. De hogyha vannak magasabb rendű céljaid, hogy mondjuk megnyerd a munkatársaidat, ha azért dolgozol, hogy forrásokat fakasz az evangélium hirdetésének a számára, akkor már is van célja annak, amit csinálsz. És már is az örök életre teremsz gyümölcsöket. És gyűjtesz mennyi kincseket. Ne téveszt szem elől a célt. Nem azért hogy a földön, hogy gyermekeket nevelj. Nem azért hogy a földön, hogy sikeres legyél. A földi dolgaidban. Hanem, hogy sikeres legyél Istennek a kezében mint eszköz. Sikeres legyél, mint Istennek a gyermeke. Sikeres legyél, mint a Szent Szelem által vezetett Isten embere. Ez az igazi siker. Amikor Isten tud téged bármilyen helyzetben használni, úgy, ahogy ő akar amikor egy alkalmas edény vagy Isten számára, hogy megnyissa a vakoknak a szemeit, megnyissa azoknak a szemeit, akik nem látnak, és a világnak a hazugsága leleplezi az ő, az ő szemüket, az ő szívüket. Azt írja a Biblia, hogy egy sötét lepel van azoknak a szemén és a szívén, akik, akik nem születtek még újjá, hogy ne lássanak, hogy ne ismerjék fel Isten igazságát, de te azért vagy, hogy leráncs róluk ezt a leplet. Hogy leráncsolók a sötétségnek a bilincseit. Hogy meglássák, hogy Isten, Isten mennyire fantasztikus, Isten mennyire jóságos, és hogy Isten mennyire vágyik a velük való közösségre. Te vagy az az ember. Te vagy az az ember, akit Jézus küld. Te vagy az az asszony, az a férfi, az a gyermek, az a, az, a, az, a, az, az idős, akit most Isten küld, hogy hirdesse az evangéliumot. A szomszédjainak, a családjának. Te vagy az az ember, akit Isten használni akar. Nagyon fontos Isten számára, hogy, hogy használatra kész lehessél. Ne engedd meg adnak, magadnak azt a luxust, hogy belekeveredsz bele a világnak a dolgaiba. És a világnak a mókus kereke elszakít téged a valódi céloktól. Én amikor 16 éves voltam, végig gondoltam, hogyha nekem csak ezt a mókus kereket kéne csinálnom minden nap, akkor ezért nem érdemes élnem. És akkor még nem voltam betöltekezve Szent szellemmel. Még nem születtem újjá Szent szelem által. És kértem Istent, hogy hagyd töltekezhessen be Szent Szelemmel. Hagyj ismerhessen meg őt, hagyd halljam az ő hangját, hagyd kapjak valódi célt. Mert hiába járja az ember a mókuskereket, hiába van meg mindennapodnak a programlistája, hogyha nincsen célja az egésznek. Mert hiába a célod, hogy legyen egy autód, hiába a célod, hogy legyen házad, legyen lakásod, legyen családod, ha mindez mulandó. Az örökérvényű célok pedig ott vannak Istenek az igéjében. Az örökérvényű küldetésekre Isten tud téged kiküldeni. Isten tud neked értelmet adni. És a léleknyerés az pont egy ilyen dolog, ami mindannyiunknak a feladata és kötelessége, és elhívása és szolgálata. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ezt gyakoroljuk. Nem szabad szemelő veszteni a célt. Lehet neked a legszebb feleséged, a legszebb férjed, a legjobb, legjobb munkád, hogyha nem azt csinálod közben, amit Isten szeretne. És Istennek a szíve ég az elveszettek iránt. Isten vágyakozik az, az iránt, hogy megmentsen mindenkit ezen a földön. Istennek az a vágya, hogy minden ember megmeneküljön. És igazán mi akkor, akkor tudunk Isten fiaiként működni, amikor Istennek a szíve az a mi szívünknek és a gondolatai. Isten szívének a gondolatai, azok a mi szívünknek és a gondolatai amikor már úgy gondolkozunk, mint Isten. És hogyha Isten számára nagyon fontos, hogy megmentse a legkisebbeket is, akkor a mi számunkra is nagyon fontosnak kell lennie, hogy megmentsük a legkisebbeket is. És minden erőfeszítést megtegyünk azért, hogy léleknyerők legyünk. Nem szabad elveszíteni a fókuszt Jézus két dolgot említett. A vele való közösséget, hogy aki elveszte az életét, én értem. És az evangéliumért. Másik dolog az evangélium. Fektesd bele az életedet az evangélium szolgálatába, és nem fogsz kudarcot vallani. Nem leszel gyümölcstelen. Az utolsó napon, amikor ott állsz meg Jézus előtt, nem fogja neked azt mondani Jézus, hogy gonosz és rest szolga, hanem azt fogja mondani neked Jézus, hogy jól vagyon jó és hű szolgál. Ha belefekteted az életedet az evangélium szolgálatába, Jézus el fogja ezt ismerni, hiszen az ő nyáját növeltet, az ő mennyasszonyát szépítettet. Nem szabad, hogy elveszítsd a fókusz erről. És most így mondjuk el együtt az imádságot. Buzgó léleknyerő vagyok. Szenvedélyem az Úrért és az evangélium hirdetéséért páratlan. Inspirálok másokat azzal a szenvedéllyel és buzgósággal és meggyőződéssel, amivel élek, és hirdetem az evangéliumot. Amen. Amen. És én is imádkozom azért, hogy ilyen buzgósággal és, és vágyjal és szenvedéllyel tudjátok az evangéliumot hirdetni. Hogy Istennek a szerelme, ami kitöltetett a Szent Szelem által, Tudjon be, belefolyni az Evangéliumot hirdetésébe a ti életetekbe, az Úr Jézus Krisztus nevében. Hogy ne legyenek lelankat kezek, ne legyenek beduhúzott szájak az Evangélium hirdetése kapcsán, hanem az Úr Jézus Krisztus nevében legyen, legyenek feloldva a lezárt szájak, legyenek feloldva a ti életetek az evangélium hirdetésére, a Jézus Krisztus nevében. És köszönöm, Atyám, hogy Te küldöd őket, és imádkozom azért, hogy a Te kiküldéseddel tudjanak kimenni, Atyám, és lelkeket nyerni. Megnyerni az ő családjukat, az ő barátaikat, az ő ismerőseiket, a munkatársaikat az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Isten áldjon benneteket, kívánom, hogy legyetek nagyon sikeresek a mai nap is a léleknyelésben. Találkozunk holnap is. Isten áldjon titeket! Jó reggelt! Áldott Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő!